elrettentő és némileg elkeserítő is, ha nemzetközi összehasonlításban hazánk helyzetét vizsgáljuk, például hulladékgazdálkodási szempontból. Egy 2009-es felmérés alapján, amely az Európai Unió 27 tagállamára fókuszál, egy főre vetítve 513 kg kommunális hulladék képződött egy év alatt. Ennek 38%-a hulladéklerakókban landolt, 18%-át komposztálták, 24-et újrahasznosítottak a tagállamok, és 20% pedig energetikai céllal újrahasznosult. Európa nyugati országaihoz képest mi, akik a kontinens keleti részén élünk, pillanatnyilag kevesebb hulladékot termelünk, azonban Németországhoz képest, ahol az egyfőre jutó éves hulladékmennyiség jóval meghaladja a magyar átlagot, az újrahasznosításban nem vagyunk élharcosok. Budapest határában, Gyálon erről meg is győződtünk. Valahol egy gyerek fejlődési időszakában, talán a 8-9 éves korban lehetünk. Sokat tettünk azért, hogy feldolgozzuk az anyagokat, azonban az újrahasznosító anyagoknak csak egy nagyon kis hányadát, kb. 25%-át hasznosítjuk újra. Ez nagyon-nagyon kevés. Milyen eredményeket érhetünk el, ha megfelelően, szelektíven gyűjtjük a hulladékot? A szelektív gyűjtés azt gondolom, hogy egy alapvető részének kell, hogy legyen az életünknek, hiszen értékes anyagokat használunk el, aminek utána lehet egy második és egy harmadik élete. Tehát ha szelektíven gyűjtünk, akkor ezt az anyagot különválogatva, újrahasznosítva, feldolgozva vissza tudjuk forgatni az életünkbe, gyakorlatilag újra és újra használjuk, hiszen ezek az anyagok újra használhatóak. Elmondaná a folyamatot, hogy ha én otthon kidobok egy papírt a kukába, az hogy jut el ide, és mi történik ezen a területen, és hogy hasznosul újra, és mi mindenre? Hát erre két válaszom lesz, hogy kellene, hogy hasznosuljon, és most hogy hasznosul. Sok településen ma már Magyarországon szelektív hulladékgyűjtés zajlik, ez körülbelül egy olyan 10 évvel ezelőtt kezdődött Magyarországon. Későn, bár soha nem lehet elég korán kezdeni, de gyakorlatilag 10 év után már működnek hatékony rendszerek. Ön otthon a papírt, ha úgy gondolja, hogy nem tudja használni, akkor kidobja egy szelektíven gyűjtött kukába, vagy egy olyan zsákba, amit a szolgáltató önnek biztosít. Ezt a hulladékot aztán a hulladékgyűjtő autók külön járatban, külön kihangsúlyozom, tehát nem együtt a vegyesen gyűjtött hulladékkal összegyűjtik. Utána átkerül különböző válogató csarnokokon, ahol a különböző anyagtípusokat külön válogatják. Utána ezeket az anyagokat pedig visszajuttatjuk vagy a papírgyárba, vagy a műanyagfeldolgozó üzemekbe, és ebből újra kész termék, vagy újabb csomagolóanyag fog készülni. Milyen károkozás történik, ha nem szelektíven gyűjtjük a hulladékot? Hát először is lemondunk egy értékről. Tehát a hulladék az nem egy rossz, a hulladék része életünknek, egy érték. Ha az értéknek egy nagyobbik részét hasznosítani tudjuk, akkor tettünk valamit a környezetünkért. Egy számot engedjen meg, hogy elmondjak, ma Magyarországon 4 millió tonna települési szilárd hulladék keletkezik, és ebből sajnos 3 millió tonnát ma hulladék lerakókban ártalmatlanítunk. Tehát összesen 1 millió tonna, amit újra hasznosíthatunk, ami akár a többszöröse is lehetne, és kell, hogy legyen a jövőben. Mi történik a hulladékkal ezen a területen, ezen a nem kis területen? Nyilván önök is látják, hogy itt rengeteg hulladék kerül ártalmatlanításra. Ez egy szigetelt lerakó, amiből nem látszik most semmi, viszont látják a hulladékot. A hulladékot ide beszállítják az autók, amik gyűjtik a településeken a vegyesen használt hulladékot, hiszen amint látják, ezek nem szelektív gyűjtésből keletkező hulladékok. Ha okosak lennénk, akkor erre nem is lenne szükség, nem? Hát igen, az optimális az lenne, hogyha nem lennének ilyen lerakók, és minden anyagot visszaforgatnánk, illetve újra hasznosítanánk. Ez egy szép álom, sajnos van. Ennek a lerakónak hogyan történik az ártalmatlanítása? Tulajdonképpen mit tesznek annak érdekében, hogy ne szennyezzék tovább a környezetet? A hulladékoknál az a célunk, hogy megakadályozzuk a további szennyezést. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy amit önök itt látnak, ez egy szigetelt lerakó. Olyan szigetelési rendszereket alkalmazunk, csak példaként több mint fél méter vastag agyag réteget, az a fölött két rétegű vízhatlan szigetelést, a fölött pedig egy olyan ellenőrző controlling rendszert, ami garantálja, hogy ez a szigetelő réteg nem tud megsérülni. Innen ebből a lerakóból semmilyen anyag nem kerül ki a környezetbe.
Mit lehet elmondani az ipari hulladékgazdálkodásról? Tehát hol tart az ma Magyarországon? Nagyon érdekes az ipari hulladékgazdálkodás, mert előrébb tart, mint a lakossági. Egyértelmű ennek az oka az, hogy a vállalatok, a vállalkozások érdekeltek abban, hogy a náluk keletkező hulladékból a lehető legkevesebbet dobjuk el, és a legtöbbet hasznosítsuk. Rá is vannak kötelezve amúgy? Elsősorban az önös érdekeik alapján, egyébként ma még Magyarországon nem kötelező a szelektív gyűjtés, de az új törvény szerint az lesz. Azonban a vállalkozások anyagilag érdekeltek abban, hogy minél több anyagot megmentsenek.